Áttörte az M3-as autópálya híd szalagkorlátját egy kamion Mezőcsát térségében az M30-as Miskolc felé vezető oldalán. A kamion vezetőfülkéje lelóg a hídról, ezért lezárták az érintett útszakaszt. A sofőrt a tűzoltók mentették a fülkéből sokkos állapotban. Az M1 riportere délelőtt éppen élőben jelentkezett a helyszínről, amikor újabb baleset történt. Alig 3 méter. Ennyi múlott, hogy a szerencsétlenül járt kamion vezetőfülkéje ne zuhanjon az M3-as autópályára. A jármű csaknem egyharmada reggel óta a levegőben lógott. A hátsó részét is szinte alig tartotta valami a felüljárón. Ezen a felvételen jól látszik, hogy a vontatvány szinte teljesen az oldalára fordult, a korláton pedig csak a jobb hátsó keréksor akadt fenn. A kamion sofőrje feltehetőleg a megengedettnél nagyobb sebességgel haladhatott az M30-as autópálya felüljárójának egyik kanyarodó szakaszán, amikor kisodródott és átszakította a korlátot. A lelógó elemet a kiérkező tűzoltók daruval és rögzítő elemekkel próbálták biztosítani. A sofőr ekkor már nem ült a fülkében, őt sokkos állapotban menekítették ki a szakemberek, úgy tudni, könnyebben megsérült. A kamion sofőrét a Tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók magasból mentővel szabadították ki a járműből, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak. Jelenleg rögzítették a kamiont, illetve a bázisdarú segítségével próbálják az úttestre visszaemelni. A katasztrófavédelem munkatársai a mentés idejére az M30-as autópályát mindkét irányban lezárták, a felüljáró alatti szakaszon pedig az M3-as autópályán is csak egy irányba haladhatott a forgalom. Közben a feltorlódott járművekből kiszálló bámészkodók fotózták és kamerázták a balesetet. A lelógó kamion terelhette el a figyelmét annak a két járműnek is, amelyik éppen stábunk egyik élő bejelentkezése alatt ütközött össze az M3-as autópályán a felüljáró alatt. Ami pedig a helyszínen látható az az, hogy még mindig nem sikerült ezt őket kiemelni. Hoppá, most egy hatalmas recsenéssel történhetett valami. A balesetek miatt a mentés és a helyszínelés még órákig tarthat. Kapcsolunk a helyszínre, ott van MB-ról Liza, reméljük, hogy ezúttal nem lesz egy újabb baleset, nem történik semmi. Szervusz Liza, mi történik nálatok most? Jó napot kívánok, szervusz, egyelőre várakozunk, mégpedig egy újabb darura. Ugye még mindig a levegőben lóg az utasfülke, ami friss változás és rögtön elmondható a közlekedőket érinti, hogy eközben a Nyíregyháza felé vezető oldalon néhány perccel ezelőtt nagyon lassan rendőri irányítással megindulhatott a forgalom. Szürreális látvány egyébként, ahogy a lógó kamionfülke alatt elmennek a mozgójárművek. Egy szakértővel beszéltem nem sokkal ezelőtt, és azt mondta, hogy nem sérült meg a kamionfülke oly módon, hogy veszélybe sodorná, és leesne tulajdonképpen erről a pillérről, ami most jelenleg tartja, illetve hát közben ez a bázisdarú is tartja, méghozzá láncokkal a kamionfülkét. Azonban nem lesz ereje ennek a darunak arra, hogy felemelje, hiszen nem egyszerűen fel kell emelni ezt a hatalmas monstrumot, hanem egy kicsit meg is kell mozdítani, ki kell billenteni a pillérről. Ez a daru egyébként 9 tonnás súly megemelésére alkalmas. Maga a kamionfülke mindösszesen 6 tonna, de megpróbálták és nem sikerült kiemelni, úgyhogy most várnak egy másokat, egy jóval nagyobb és erősebb darut, ami majd ezt a műveletet végrehajthatja. Úgy tudjuk, hogy ez már itt van a térségben, közel az autópályához, de hát meg kell közelítenie valahogy ezt a szakaszt, és akkor majd helyet cserél egymással a két daru, és megpróbálják majd kiemelni, lehetőleg sérülés és újabb balesetmentesen. Amit még lehet tudni, hogy ugye továbbra is a kórházban van a sofőrje, egy 60 esztendős magyar férfiról van szó, ő vezette, és továbbra is sokkos állapotban van, tehát a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kórházban. És amit még friss információ, ugye a rakományról egy-két gondolatot, hogy úgy tudjuk, hogy üres hordók vannak benne, tehát igazából ez sem jelenthet majd gondot a kiemelésnél és a lábraállításnál. MB-ról Lizát kapcsoltuk, köszönjük szépen!